Pataki István, a maszol.ro portál főmunkatársa van itt a 24 plusz asztalánál. Jó estét, szervusz! Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Novák Katalin romániai magánlátogatása, az azt követően kipattant diplomáciai botrány, erről beszélgetünk. Nem megfelelő nyilvános üzenetek, köztük Románia egyik történelmi régiójára vonatkozóan, ezt nehezményezi a román külügyminisztérium. A Sándor Palota szerint a tiltakozás túlzó, indokolatlan, de nem szokatlan. Érthetjük mi ezt a kérdést román fejjel? Diplomáciai botrányról azért nem beszélnék. Tehát, hogyha ugye aztán vasárnap adta ki a román külügyminisztérium ezt a közleményt, tehát ha most egy kicsit viccesre fogom, akkor tehát úgy is tűnhetett volna, mint hogyha lenne egy robot a román külügyminisztériumban, és akkor azt mondják, hogy Novák Katalin itt van Romániában, akkor azonnal kiad egy ilyen kis közleményt. Aki elolvasta azt a közleményt, egy bigfa nyelve megfogalmazott, semmit mondó közlemény, ami tényleg majdnem minden olyan alkalommal elhangzik, amikor újabban legalábbis, amikor Erdélybe látogat egy fontosabb magyar politikus. Tehát én ezt nem értékelném túl. Hogyha konkrétan arról beszélünk, hogy mit kifogásol a román külügyminisztérium, ugye egy idézet a székely himnuszból, hogyha ezt kezdjük boncolgatni, akkor oda jutunk, hogy hát akkor ott tartunk, mint 1989 előtt a Ceausescu rendszerben, hogy probléma a székely himnusz. Mindketten ott voltunk az RMDS kongresszusán nemrég, ugye Temesváron. Úgy kezdődött az RMDS kongresszus, hogy elhangzott a román, a magyar, a székely és az Európai Unió himnusz. A székely himnuszt hallgatta végig Nikolaj Csuka, és az a Márcsér Csolákó, aki azt mondta, hogy teljesen elfogadhatatlan, revizionista jellegű kijelentéseket tett Erdélyről Novák Katalin. Igen, ott fölállva végighallgatták, becsületesen óriási székely zászló volt, és az RMDS küldöttek, természetesen a leghangosabban, pontosan ezt a részét énekelték a himnusznak, amit most kifogásul a román külügyminisztérium, hát hadd ne vegyem, akkor én ezt annyira komolyan. Beindul ilyenkor egy ilyen kis mókuskerék, igen, mindenki próbál reagálni, hiszen ott van egy párt, az AUR, amely folyamatosan növekszik a népszerűségében, és most még inkább mindegyik politikus úgy gondolja, hogy... Tudod be a Márcsér Csolákó kijelentését, mert míg a külügyi közlemény bigfa nyelven van megfogalmazva, ez azért elég beszédes. Teljesen elfogadhatatlan, revizionista jellegű kijelentés, mondja Márcsér Csolákó. Mindig könnyebb ilyen erős kijelentéseket tenni, amíg nem kormányfő valaki, vagy nem államfő. Tehát amikor meggyőződésem, hogy a képviselőház elnöke. Igen, de ha már miniszterelnök lenne, akkor sokkal óvatosabban fogalmazott volna, ha egyáltalán belemegy ebbe a zsákutcába. Elhangzik a Novák Katalini Facebook bejegyzés kapcsán az is, hogy igaz ugyan, amit állít a Sándor Palota, hogy nem szokatlan a román fél részéről az ilyen reakció, de hogy nem szokatlan Magyarország részéről sem az, hogy hát nem figyel a román fél érzékenységére. Most nyilván erről is beszélhetünk, hogy kell-e figyelnie vagy sem a román fél érzékenységére, de ha Novák Katalin legelső romániai látogatására gondolunk, nyilván amit államfőként tett, köztársasági elnökként, de magánlátogatás is volt, Székelykő, piros-fehér-zöld jelzésű, vagy színűre festett kőnél pózolt, Facebookon ott volt a fotó, ebből is lett cirkusz. Igen, ebben a játékban mindig bele lehet menni, hogy kinek az érzékenységet sérti, ugye, és mindig meg lehet fordítani a dolgot. Tehát, hogyha az ominózus első látogatást említjük, akkor
Gyulafehérváron Bethlen Gábor szoboravatáson megjelent a kis hőzöngő társaság, és megzavarta gyakorlatilag az eseményt, és akkor még nem beszéltünk a Nagykárolyi szoboravatásról, ahol gyakorlatilag megpróbálták leköpni a magyar köztársasági elnököt. Nem láttam akkor egyetlen egy nyilatkozatot sem ellenzéki, sem kormánypárti román politikus részéről, aki azt mondta volna, hogy ennyi-bennyi azért ez picit sok, vagy akár egy kritikát a szervezéssel kapcsolatban, hogy talán azt a tüntető tömeget kiebb lehetett volna tolni onnan. Szóval azt gondolom, hogy ebbe tényleg nincs értelme így belemenni, és igenis egy olyan választási kampány év előtt állunk gyakorlatilag, ahol számítani lehet, hogy lesznek ilyen reagálások román részről. Azt azért mégse lehet, hogy ezért mondjuk egy magyar államfő ne jöjjön el Csíksomjóra. Az utóbbi években rendszeresen itt volt a magyar köztársasági elnök. Bárki is volt. De itt nem is azt nehezményezik, hogy Csíksomjón volt, hanem azt nehezményezik, hogy a Facebookon a Ne hagyd el veszni Erdélyt Istenünk sort a székely himnuszból közzétette, illetve volt ott egy videó is. Igen, csak hogy a videót is, tehát egyébként a román portálok is hozták, tehát bárki láthatja is, tehát nem tudom, én nem érzem azt, hogy ez indokoltá teszi, hogy külügyminisztérium közleményt adjon. De mit tetted a választási évet? Mert ez egy idézet. Tehát, a választási évet, és a választási évben azért folyamatosan előkerül nagyon-nagyon régóta az úgynevezett nacionalista kártya. Most is számíthatunk erre éppen az általad említett A úrnak a népszerűségének a felfutása miatt. És hogyha ebből a szempontból közelítjük meg ezt az egész ügyet, akkor kérdés az, hogy használ-e nekünk itt erdélyieknek az, hogyha elhangzanak vagy közzétesznek ilyen Facebook bejegyzéseket. Ismétlem, hogyha nem beszélünk konkrétumokról, akkor nehéz általánosságokba fogalmazni. Tehát, hogyha ezt a Facebook bejegyzést veszük alapul, akkor én indokolatlanak tartom, erre bárkinek erre bárki reagáljon. Tehát egyébként meggyőződésem, tehát én mindig ezt szoktam mondani, és látjuk a magyar kormányzati nyilatkozatokból, a magyar-román kapcsolatokban érdekelt a magyar kormány. Tehát, és az is mindig valótlan, amikor leírják ezekben az újságcikkekben a román portálok folyamatosan, hogy Magyarország provokálja a szomszédait a revizionista kijelentésekkel, stb. Ezelőtt két nappal Szijjártó Péter Belgrádban több tízezer szerb előtt tartott egy beszédet, egy nagygyűlésen, ő volt az egyik legfontosabb meghívót, Alekszandr Vučić államfőnek a támogatására gyűlt össze a tömeg, és ott szerbül mondott beszédet, óriási taps kísérte. Horvátországgal rendkívül a kapcsolat, Szlovákiából hullámzó, ez kétségtelen, de ott is majd választások lesznek, és véletlenül egy olyan kormány lesz, amelyikkel egyébként jobb lesz a kapcsolat. Tehát igazából én nem látom azt, hogy Magyarország Romániát provokálná, vagy akár érzékenységében sértené. A román féllel van a gond? Hogyha a konkrétumokat vesszük alapul, én nem látok mást. Nem látok mást. Ha megnézzük ennek a... Jó, akkor ne nevezzük diplomáciai botránynak, hanem nem tudom, minek kell ezt nevezni. Kérdés az, hogy a kontextust, amikor ez kipattant, és a kontextus az az őrségváltás, a kormányfőcsere, illetve az elmúlt napoknak az a nagy kérdése, hogy marad-e az RMDSZ kormányon vagy sem, mert hogy azt valamennyien érezzük, hogyha az RMDSZ nincs kormányon, akkor nem csupán pénz nem fog annyi jönni Erdélybe, hanem nincs is, aki visszaverje a nacionalista támadásokat. Ez így van, ahogy mondod, és egyébként az RMDSZ-nek a kormányzati szerepvállalása nagyon fontos, és az RMDSZ kormányzati szerepvállalásban érdekelt a magyar kormány is. Ha a két nagy koalíciós partner józanul gondolkozik,
akkor én úgy gondolom, hogy az a helyes megoldás, ha megtartja a koalícióban, tehát nem kényszeríti arra, mert ugye most inkább olyan lépéseket látunk, főleg a liberálisok részéről, hogy inkább arra akarják kényszeríteni az RMDSZ-t, hogy kilépjen. Ez ellentmond teljesen annak, amit az RMDSZ kongresszuson mondtak, de azt most hagyjuk. Tehát én azt gondolom, ha ők a józan érdeküket veszik alapul, akkor igenis fontos az RMDSZ, pontosan ezért, hogy akár a magyar-román viszony ne éleződjön ki. Nem tudom, hogy az Romániának miért érdeke, hogyha mondjuk az RMDSZ ellenzékbe kerül, ha valóban beindul egy nacionalista hullám elsősorban az AUR révén, de arra rácsatlakoznak, és természetesen, hogy akkor Magyarország is valamilyen szinten be fog kapcsolódni. Hát azért azt ne gondoljuk, hogy akkor majd Magyarország tétlenül nézi, hogy itt elképesztően fölpörgetik ezt a nacionalista kártyát. Tehát mindenkinek az az érdeke, amúgy igen, hogy legyen egy jó magyar-román viszony, hogy az RMDSZ része legyen a kormánynak, és éppen ezért nem volt egyáltalán szerencsés ez a külügyminisztérium nyilatkozat. Ha most a kormányfő cserénél tartunk, és az RMDSZ kormányból való feltételezett eltávolításáról. Igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy Klaus Johannis államfőnek a politikai agendája az túlmutat ezen a kormányon, és sokkal inkább arról van itt szó, vagy kormányfő cserén, és sokkal inkább arról van szó, hogy a stabilitás az, amit ő megígért a külföldi partnereinek, és az, hogyha háborús kontextusban az RMDSZ, a kisebbség kikerül kormányból, akkor azt nem nézi jó szemmel sem Amerika, sem az Európai Unió. Igen, igen, ebben nagy igazság van. Meggyőződésem, hogy azért része az RMDSZ ennek a kormánynak. Első perctől azért volt része ennek a PNL-PSD RMDSZ 3-os. Azért alakult így, mert pontosan a stabilitás rendkívül fontos. Rendkívül fontos a stabilitás üzenete, és igenis Johannisnak, akinek egyébként tervei vannak a továbbiakban azzal kapcsolatban, hogy akár az Európai Unióban egy fontos pozíciót töltsön be, vannak olyan sajtóértesülések szerint, melyek szerint ő az Európai Tanács elnöki tisztét, vagy hát arra az irányba is kacsingat, most akkor fontos, hogy igenis egy rendkívül stabil Romániából érkezzen abba a pozícióba. Egyelőre ott tartunk, hogy a kormányfő cserének a gondolat az nem, de hogy a kormányfő csere ténye az zárójelben van, és ilyen szempontból az is, hogy az RMDSZ marad-e kormányon vagy sem, amíg nem oldódik meg a tanügyi sztrájk, addig nincs kormányfő csere sem. Holnap szó lesz erről itt a 24 pluszban Pataki Istvánnak, a maszol.ro főmunkatársának. Köszönöm, hogy itt volt és válaszolt a kérdéseimre. Én is köszönöm a meghívást. Önöknek, tisztelt nézőim, köszönöm a figyelmet. Holnap este 8 órától, tehát ismét 24 plusz itt az Erdélyi Magyar Televízióban. Jakab Orsolya kolléganőm várja önöket. Legyen szép estéjük. Viszontlátásra.